I love Szepszárd. Lokálpatrióta feliratok és pozitív üzenetek kerültek arra a 400 darab szájmaszkra, amiket most ajánlott fel a szekszárdi önkormányzatnak egy helyi vállalkozó. A felajánló cége zászlókat gyárt, de március közepe óta átálltak a szájmaszkok készítésére. Hatalmas igény volt rá, ilyen nappal dolgoznunk kellett, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket. Most azt látjuk, hogy már nagyon sok helyen azért gyártanak maszkot, különböző településeken, különböző cégek átálltak a maszkgyártásra. Maradt egy kis szabad kapacitásunk, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt most a város javára fordítanánk. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a védőfelszereléseket szekszárdi diákoknak és a tanáraiknak adják. Szeretnénk a szakképzésben résztvevők számára, a vizsgára résztvevők számára biztosítani ezeket a maszkokat, hiszen ők központilag tudjuk nem részesülnek ilyen juttatásban. Az érettségizőknek biztosítva van a védőfelszerelés, a szakképzésben résztvevőknek pedig a város fogja ezt biztosítani. A most érkezett maszkokkal együtt a városnak már több ezer darab védőfelszerelés áll a rendelkezésére. A 400 maszkon felül még raktárban jelenleg 14.500 maszkunk és 31.000 pár kesztyűnk van, tehát folyamatosan készültünk a vészhelyzet elhárítására. Hogyha megnőne mennyiség, arra is fel vagyunk készülve, folyamatosan pótoljuk ezeket a készleteket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jövő vonatkozásában is nyugodtak lehetnek a városlakók. Az elmúlt hetekben több vállalkozó is segítette a szekszárdi önkormányzatot a koronavírus elleni harcban. Volt cég, amelyik autót adott kölcsön, amivel a diákoknak és a nyugdíjasoknak tud a város ételt kiszállítani, más pedig üzemanyagot ajánlott fel.